Annyit talán el kell mondani, hogy hát a statisztika és a számítástechnika, a statisztika és a számítástudomány, a számítógépek és a statisztikai gyakorlat az tulajdonképpen nagyon-nagyon szoros kapcsolatban van egymással, hiszen ha visszalapozunk a történelembe, akkor igazából azt láthatjuk, hogy a 19. század végén a lyukkártyás berendezések, amik létrejöttek, azok lényegében a statisztika ösztönzésére jöttek létre, a népszámlálások igényeit próbálták kielégíteni. Magyarul mondva, a statisztikai hivatalok nagy tömegű adatfeldolgozásainak a hát bázisára épültek, és a statisztika támasztotta igényeknek megfelelően fejlődött a lyukkártyás technika is szerte a világon. Tulajdonképpen a statisztika is és a számítástudomány az a matematikai alapra épült, és ha végignézzük, akkor igazán a nagy matematikusoknak mind szerepük volt a számítógépek létrejöttében és használatában. Talán a sok nagy nevű matematikus között a német Leibnizet kell megemlíteni, aki 1670-ben vagy 71-ben már létrehozott egy olyan hát masinát, amely osztott, szorzott, tehát különböző műveleteket tudott elvégezni, de még hosszú idő volt, amíg hát általános használatra fejlődtek ki a lyukkártyagépek, amelyeket a statisztikai hivatal az 1949-es népszámlálásnál, vagy az 1950-es években kezdett hát mondjuk rendszeresen és nagy mértékben alkalmazni. Akkor, amikor hát olyan igények merültek fel, ugye egyre több információra van szükség, ezeket az információkat, statisztikai információkat fel kellett dolgozni, és nem volt hozzá elég ember, nem volt hozzá elég idő, és ezért a statisztikusok rákényszerültek a lyukkártyás technika alkalmazására. Nem volt egyszerű. És itt próbálom megfogni, hogy tulajdonképpen a technika fejlődésével együtt jöttek a személyi problémák a statisztikai hivatalba. Mert hát a lyukkártya technika alkalmazása mondjuk viszonylag egyszerűbb volt, ugye, mert gyakorlatilag az akkori statisztikai igényeknek és a munkamenetnek megfelelt, hogy folyamatosan változtatták a statisztikusok az igényeiket, mert szokatlan volt mindenféle gépi eszköz a statisztika részére, hiszen valamikor ugye a statisztika őstörténetében a statisztikai munka minden fázisa egy ember kezébe összpontosult. Hát ő volt az adatgyűjtő, ő volt az összesítő, ő volt az elemző, ő volt az értékelő, tehát minden egy íróasztalon zajlott. Aztán egyszer csak ugye a technikai eszközök fejlődésével ez a folyamat két részre oszlott. Ő volt az adatgyűjtő, aztán máshol valahol történt a feldolgozás, aztán annak megfelelően megint ő megpróbálta a feldolgozás eredményét értékelni. Tehát nem volt szükség arra, hogy előre megtervezze a statisztikus, és pontosan leírja a teljes folyamatot. A lyukkártyás technika esetében ez még nem volt olyan nagy baj, mert közben lehetett avatkozni és módosítgatni. De a lyukkártya technika alkalmazásánál az volt a probléma, ugye, hogy egy numerikus eszközökkel dolgoztak, és azok a táblázatok, a statisztikai táblázatok, amik kijöttek, azok a statisztikus számára nem nagyon voltak értékelhetőek. Aztán, amikor kezdtek jönni az elektronikus számítógépek, vagy először az asztali számítógépek, aztán gamma, aztán még tovább, ugye a fejlettebb számítógépek, akkor más probléma jelentkezett. Akkor az a probléma jelentkezett, hogy voltak eszközök, amik képesek voltak fejlettebb számításokat végezni, feldolgozásokat végezni, de a nyelv vált élesen el a számítástechnikával foglalkozók és a statisztikusok közötti nyelv. Én, hogy a számítástechnika területére kerültem, ez ennek volt köszönhető, mert 54-ben az egyetem után én a hivatalba kerültem az iparstatisztikai főosztályra, statisztikával foglalkoztam, és hát már akkor találkoztam azokkal a gondokkal, hogy
hát a gépesektől egészen más anyag jött vissza, mint amit a statisztikus elképzelt volna. És a statisztikus és a gépes egymással nem is tudott beszélni, mert olyan volt, mintha az egyik angolt beszélt volna, a másik franciát. Nem tudtak kommunikálni egymással. És a hivatal akkori elnöke, a Péter György, aki matematikus volt, nagy műveltségű ember volt, rájött, hogy ez tovább nem mehet, mert panaszok panasza volt mindig a statisztikusok és a számítógépes részek között. És akkor egyszer engem oda hívott, és azt mondta, hogy holnaptól kezdve a gépes részlegen fog fiam dolgozni, és elég fiatal ahhoz, hogy megtanulja azt a szakmát, és az a feladat, hogy egy év alatt tanulja meg, és utána maga lesz a tolmács a híd a két részleg között. Hát így kerültem oda, és tulajdonképpen azt mondom, hogy életem egyik legnehezebb feladatát kaptam, mert tényleg hidat kellett képezni a két nagyon-nagyon különálló részleg között, amelynek a munkája és a feladatai lényegében csak együttes munka alapján jöhettek ki.